Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Karácsony ünnepén két helyről olvasom Isten igéjét. Egyrészt az Ószövetségből, Ézsaiás könyvéből, másrészt az Új Szövetségből, János apostol első leveléből. Ézsaiás könyve 9. részének 1. és 5. versében így olvassuk. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. János apostol első levele 2. részének 8. versében pedig ezt olvassuk. Új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Elérkezett karácsony ünnepe, amit jeleztek advent fényei, és most hirdetnek a karácsony fényei, felragyogott valami nagy világosság, aminek eljöttét profétálta a régi időkben Ézsaiás, és aminek bekövetkeztét, mint az új idők parancsolatát hirdeti János apostol, eljötte világba az igazi világosság. Miféle világosság ez? Az, ami a Krisztus előtti időkben időről időre felragyogott, s ma a Krisztus nélküliek életében is olykor-olykor feltündököl, az ismert szlogennel élve, jónak lenni jó, vagy másképpen a jobbik énünk felülkerekedik a rosszabbikon. A jobbik énünk az, aki szeret, szelíd, irgalmas, jótékony, türelmes, nyitott az Isten dolgai iránt. Ezt éljük meg adventben, karácsonykor, amikor a külvilág vagy a karácsony fényei a kis időre is, de előzik a máskor megszakott és örök törvénynek gondolt sötétséget, az önzés, a harc, az aggódás, a rossz kedvűség, az Isten nélküliség sötétségét. Igazi világosság ragyogott fel karácsonykor, a proféciát beteljesítve Jézus Krisztusban. Ez a világosság ragyogta körül a betlehemi pásztorokat, ez ragyogott fel az üldözéstől lihegő Saul előtt a damaszkuszi úton, az Úr világossága, az Úr dicsősége. Ebben a világosságban látjuk a megváltást, azt, amiért jött Jézus Krisztus. Hiszen ő azért lett emberré, hogy elvégezze a megváltás művét. Az, aki egyenlő volt Istennel, azért üresítette meg magát. Azért vett fel szolgai formát, azért volt engedelmes, mint halálig, hogy így igazzá legyen. És a keresztfán nem a maga, hanem a világ bűneiért, az én bűneimért, a te bűneidért halljon meg, és így az ő igazsága legyen a mi megigazolásunk Isten előtt, a hitben fogadott bűnbocsánat által. És azért halt meg, hogy feltámadjon, és feltámadásával világra hozza a múlhatatlan életet. Ez az igazi világosság, az új parancsolat, az új világ törvénye. S te meg én, immár azzal a szabad lelkiismerettel harcolhatunk a bűn ellen, hogy felragyogott bennünk az igazi világosság, a megváltás bizonyossága, és mi a győzelem biztos tudatával harcolunk a bűn és ördög ellen, mert tudjuk, múlik a sötétség. Ha árnyékot vet is még ránk, a betegség, a nyomorúság, a halál árnyékát, a sötétségnek immár nincs jövője. Jövője a világosságnak van, s mi ebben a világosságban élhetünk. Szerethetünk. Szerethetjük Istent és a másik embert. Kívánom, hogy karácsonyunkat, az új esztendő mindennapját és egész életünket ragyogja be az igazi világosság. Amen.